Moha telepedett meg a régi cserepeken, és az épületet is alá kellett támasztani. Potyog a vakolat a házfalról, és csak egy szalag jelzi a kerítés helyét. Ez Bezenye legrégebbi háza, melyet tájházzá alakított az önkormányzat. Mára azonban teljesen elavult. A 2020-as tervek között szerepel, hogy felújítsák a tájházat. Elég rossz állapotban van most. Annak a pályázata jelenleg íródik, úgyhogy minden bizonnyal tavaszra kikristályosodik, hogy mire kapunk majd pályázati támogatást, és akkor elindulhat egy felújítás, és tovább megyek. A felújításon túl szeretnénk még a tájház udvarán egy közösségi teret létrehozni, amelyre szintén pályázati forrást várunk. A tájház mellett az önkormányzat épületét is felújítanák idén, melynek az előkészítése már zajlik. Nagyon szeretnénk a Magyar Falu programba pályázni, mert az önkormányzat épületére bizony ráfér egy felújítás. Ezt mindenképpen meg fogjuk ragadni, az előzetes statikai vizsgálatokat már elvégeztettük, és várjuk a lehetőséget. A templom környékét egy önkéntes csapat szépíti. Ők nyírják a füvet, virágokat ültetnek, és a templom melletti gesztenyefás területet is rendben tartják. A polgármester elmondta, a temetőt is szeretnék még idén felújítani, és azt tervezik, hogy egy haranglábat is építenek majd. Még ez éven belüli cél egy parkoló létrehozása, és mind kívül, mind a temető belső részének a rendbetétele szerepel, és nem utolsó sorban a ravatalozónak is a felújítása. Önkéntes munkával indult el egy kátyúmentesítés is a faluban, ezt a jövőben is folytatnák. Ez a Petőfi utca, a Kossuth utca, illetve a Dózsa-György utca. Hátra van még a Faiskola utca, a tavaszba azért oda is tervezünk majd valamiféle murvázást. Márkus Erika elmondta, tavasszal a Kossuth utca egy szakaszán, a játszótér körül a megnövekedett gyalogos forgalom miatt közvilágítás is lesz. Nagyon fontos lesz, különösen az idős emberek részére, akik esti órákban, ha igénybe veszik azt a területet, akkor veszélyes lehet, történt is sajnos egy ilyen probléma. A polgármester hozzátette, a munkahelyteremtés és az adóbevételek szempontjából jelentős előrelépés lesz a falu életében, hogy a Faktági egy mezőgazdasági gigaberuházást hoz a településre.